Na, 9,3 kilométer, az sok. Na nézzük. Három kör. Ameddig fenn van a nap, addig próbálom megcsinálni a cuccokat. Na, itt van, nézem a kontroller gombomat, látszik, hogy hol sülyeztettem bele párszor a körmemet. Hogy kanyarodjál már, banyek! Jaj, de szép startot fogtam már megint! Remélem ez így marad is. Maradunk a belső ívem. Folyamatosan kanyarodunk. Itt még szépen be tudjuk venni a kanyart. Icipici féket megengedtünk, meg gázelvételt. Hadd dolgozzon a motorfék. Oké, itt ezt kicsit elszámoltam, tény és való. Jó, és stop táblával kevesebb. Na most már csak egy másodperc az előnyöm. És ebből három kör, banyák, hát itt, hogyha így tötyörögnek a hátam mögött, így elég rossz lesz nekem így. Azaz. Kicsit csaltam, benyomtam gyorsan a satúféket. Picit csaltam ezzel. De látjátok, ez a probléma, hogy úgymond nem tudom használni a satúféket, mert nem mindig, nem minden körülmények között, valamikor tudom, valamikor nem. Na, első kör letudva. Na, azért kettesben menjünk már föl. Ne. Jó, itt még ment a kanyarodás. Itt már nem fog annyira menni. Jó. Menjél már. És megint elrontottam. És megint. Pedig már mentem vele 500 km. Csak tudhatnám, hogy hol van a féktávom. Vagy megint az van, hogy aszfalt, és nem. Ilyenkor nem működik úgy, ahogy én gondolom. Tényleg. Igen, a játék erre is gondol. Kezdett megszokni a járművet féktávolság. Akkor most nehezítünk, hűtjük az aszfaltot. És ott akkor hosszabb a féktáv. Mint itt is. Köszönjük a jó, akkor az egyik kertet meg ajándékoztuk egy stop táblával. Jó. Csak úgy repült a stop tábla, és berepült az egyik kerme. Szuvenír! Végre utolsó kör. Jé, most sikerült jól belőni. Örüljek neki, nem tart sokáig. Na nézzük. Na gyerekek, miért maradtak le tőlem ennyien? Pedig annyira nem haladok jól. Ó, és most sikerült! Jól bevennem a kanyart. Fú, ritka. De sikerült. Na, gyerünk. Egy icipicit mehetünk ennél gyorsabban is. Igen. Nem is nyomom a féke.
Most be ezek sikerült jól bevenni. Mert megint rosszul vette, és el... Néztem egy csöppet. Kicsit gumit hagytunk ott. Nem baj. Egész jók vagyunk. 6 másodpercet simán ráveltem az egészre. Tesz most már egy kicsit ki lesz akadva. Kicsit nagyon. Jálom, most érkeznek a többiek. Akkor itt van még egy sima verseny. Egy... 7,2 kilométer. Na menjünk! Az előző versenynél is mondtad ezt, vagy hasonlókat, azt még se lett belőle semmi, cicabogár. Pihepötty. Igen, nézz egy gyilkos elméket. Ez ilyen elszólások csak onnan vannak. Pihepötty meg a többi. Ugye a néger hívja csajt. Most is satúféket használtam, hát kisebb-nagyobb sikerrel. Ja, hogy van szembeforgalom is, ez idején miért nem tűnt föl? Jaj, talán a mentőssel nem kellene csattanni. Mint foton a falon. Hirtelen gázadásokkal kell figyelni, vagy vigyáznom. Na, adjak hirtelen. Na, az azt, hogy nem szabad. Hirtelen gázt adni, mert azt nem szereti a masina. Hirtelen gázt. És akkor most fogunk a tengerparton menni. 90 a megengedett. Ahogy Dodi szokta mondani, már megvan. Jó, hú. Ez nagyon-nagyon közel volt. Jó, a többiek valahogy megúszták. Nagyon jó. Csak én szenvedek a szembeforgalommal, ahogy látom. Jó. Következő esetőség. Köszönjük szépen. Feltartottál ezzel a többieknek, több esélye van leelőzni. Kösz! És akkor jön egy kis szerpentin. Csak hogy többi, mindenki örülhessen, főleg én. Aki utálja a szerpentineken. Júj, de nehezen megy. Jó, most egy kicsit jobb. Bocsánat, egy kicsit megcsusszant a kezem. Azért is fékezgetek úgy néha be. Egyrészt nem ismerem a körülményeket. Másrészt ezek a dombok engem egy kicsit nyugtalanítanak. Nem szeretnék repülni egyet. Mint macska szarás után. És direkt mondom így a macska szarás után, mert... Hát csak akkor szokott repülni a macska. Vagy ezzel akarja jelezni, hogy ki akar menni. Ja, ja. Nem, hogy oda kakil. Na, ez is megvan. Hű! Hogy utálom ez a szerpentines. Uá!
Na mindegy, ezen is túl vagyunk, az a lényeg. Nézzük a többit. Mi van még? Na jó, itt ezek le vannak tudva. 9 kilométer, és ezen a szakaszon? Hát, tessünk ezen túl. Mint ahogy látom, ez egy vigyázz, jobb kanyar, vigyázz, jobb kanyar. Jó Istenem, mindig valami mást mond a csaj. Na. Tesz drága, helyén marad a második helyen. Nem feltűnősködik, ott marad. Hát ez nem egy éppenséggel nagy pálya. Ezt onnan lehet tudni. Mert... ilyen kocsival kész szenvedés, ilyen piciket fordulni, már elnézést. Jaj, és hát gondoskodtak róla a pályakészítők. Nehogy levágjuk a kanyart, oda tettek valamilyen boxot, amit nehéz megkerülni, vagy átmenni rajta, inkább így mondom. És már második kört? Nagyon jó, ezt azért hamar le fogom kapkodni. Edem kiszállt. Gondolom ez az Edem az a nagyon szimpatikus, hosszú hajú rocker gyerek, aki az előbb a reptéren volt. Csak nem tudtam hova tenni. Itt ennél a versenynél oda kell figyelni, mert itt nem tudok nagy előnyre tenni. Miután rohadtul kicsi a pálya önmaga. És itt is vagyok a kanyarnál, és már fordulhatok. És akkor megint egy jobb kanyar. És így kb. Ennyi a pálya, hát... ezzel nehéz összeszedni kis előnyt is. Oké? Vigyázz, jobb kanyar! Így is van, meg is történt. Na, egyik Wilder Brother-től már meg is szabadultunk. És még egy jobb kanyar. Na jó, itt lesz egy kis különlegesség, itt egy bal kanyar, kb. Ennyi ideig, meg itt is egy bal kanyar. Aztán innentől kezdve csak jobb kanyar van. Van Amerikában, nem is tudom hol a amerikai futball meccseken, vagy nem is tudom melyik meccseken van, olyan sapka, aminek szívószál van a tetején. És kicsit megirigyeltem, mert már megint szomjas lett. A live után mondta Dodi, hogy Lácskó csinálja 2 órásat. Mondtam, Dodi, az nagyon szép dolog, hogy 2 órásat csináljak live-ból. Csak a igen, lehet, hogy volna rá, csak az én torkom nem írja. Miután halljátok, hogy nem egy hangszínen tolok. Mert ez alatt azt értem, hogy nem egy eléggé unalmas hangon nyomom a dolgokat, hanem azért szoktam hanglejtésekkel dolgozni, mimika, stb. Kicsit elfárad a torkom. Annyit ugye lehetne orvosolni némi folyadékkal, de hát a kezemben a kontroller valahogy nehezen megy. 2 kanyar között nem tudok inni. Hát eléggé szomorú, de hát ez van. Na. Hú, ez is nagyon ki volt centizve megint. Szegény azokat az emberekre gondolok, akik itt élnek. Azokban nagyon csúnya kockaházakban. Na, annak milyen kellemes lehet, hogy... aztán 2 perc múlva ennyi egy kör, nagyjából. Mindjárt látjuk. Hát... ezt a táblát én folyamatos...
Ledöntöm. Nem tudom, mennyi egy kör, valaki mondja már meg. Az a baj, hogy én az összesített időt látom máshol, meg nem látok időt, ami megmondaná, hogy op. Egy icipicit megint túlmentem. Viszket a bokám. Vakarjam meg, tudom. Jé, mennyivel kevesebb fehér pöttyik van. Na jó, hát ezt is levágjuk így, ha már itt vagyunk. Bünti úgyse jár érte. Nem, ez nem olyan, mint a fia a Forma 1-en. Levágjuk a sarkot háromszor, aztán negyedikre meg már áthajtásos büntetés a box utcában. Jó, mondom? Ja. De jól mondtam a szabályt? Jó, csak a szabályos gyakorlatilag minden futam alatt változik. Ja igen, hogy ez se egy éppenséggel kőbevésett szabály, mert mindig változik, de legutóbb a Hungaroringen ez volt. Ugye? Meg a mostani nagy díjon is, igen. Ja. Jó. Na igen, látszik, hogy néha szoktam Forma 1-et nézni. Hát mondjuk így. Dodival egy közös program. Úgyhogy, de most jön a nagy szünet, úgyhogy egy ideig nincs Forma 1. Ha! Két hét. Hát nem sok. Mondjátok, hogy ez is a vége már, mert már rohadtul unom. Az utolsó kör. Na. Az szép, az egész versenyt le tudtuk 6 perc alatt. Jó van, egész jó. Jaj, te... Most nagyon szép helyen álltunk meg a kocsival. Nagyon szép helyen. Jó. Ez is megvolt. Legyen ez. Ja, nem néztem, hogy hány trafipax van. 5. Hát van egy olyan érzésem, hogy megint nem fogom tudni, hogy hova kell menni. Hát én nem érzem. Én csak vezetek. Van egy olyan érzésem, hogy az első, a 4-es lesz. Ott az egyenesben van. És tovább az 1-esre. Nagyon jól sejtettem. Végre. Végre egyszer kitaláltam, hogy hogy megy. És akkor itt van az, hogy a kő. Ennél az útszakasznál megfordulunk. És a kettesen megyünk. Benéztem egy csöppet az utat. És megint fontoskodik a telefonom. Megcsapkoskodom egy icipicit, egy föltöz vágnám néha egy icipicit, hogy hagyjál már! Mondjuk van ez a vicc, hogy amióta kikapcsoltam a telefonomat, azóta utolérhetetlen vagyok az ágyban. Hát, biztos anyukám. Oké. Valaki még az én időmet szeretném meg nyomni. Jó, nem. Akkor én az 1-est egy kicsit igen. De úgy mindenki kezd eltűnni, és így nem látom a többi versenyzőt. Nem tudom, hogy. És
És nem tudok! Nem tudok jobb eredményt! 143, és akkor melyik a... Jó. 143, böcre. Jó. Úgyis én vagyok az első, mondjuk miért vagyok kiakadva. Mit akarok? Jó, majdnem 10 km per órás átlagsebességgel vagyok jobb. Jó. És akkor, hogy látom, egy darab verseny van hátra. Ez az egy. Gondolom, az csak 300 ezer dollárom lesz. Talán hideg aszfalton is meg tudom ezt az egyet csinálni. Az előbb is ez volt a szöveg. Jaj, Istenem, Istenem. Na, menjen. Nyomassuk, csapassuk, mehessünk. De szép megint ez a start. Nagy nehezen, de néha összejön egy szép start. És akkor megint azzal fog eltelni egy icipici idő, hogy próbálom megcsinálni az új jogsikat. Az új jogsik az A2, A1, meg a... Nem tudom, hogy milyen jogsim van még meg, de szerintem ezek az A kategóriások vannak már csak hátra. A C-ből csak a C4 van, ha jól emlékszem, úgyhogy azzal több dolgom nincsen, ha jól emlékszem. Ja. Nem tudom már milyen típusra volt meg, úgyhogy... Nem tudom. Majd meglátom, ugye a következő az úgyis attól függ, hogy milyen vers... Ugye mit kell még megcsinálni. Meg hát ugye ezen a szigeten még rengeteg arany kihívás van, úgyhogy azt még meg kell csinálni. Két éve nem voltam fent a játékból, úgyhogy nem tudom. Hát Dodi nem tudja. Két éve volt utoljára fent, úgyhogy... Ugye mit is... Jaj! Hát ezt én nem szerettem volna. Hát ezt nagyon nem. Úgyhogy most többet nem mehetek ki. Jaj! Csúnya. Na jó van. Kicsit oda kell figyelnem. Na, kicsit toljuk meg azt a kocsit, mert az életben nem érünk a célba. Nem tudom, mikor hallatszódik, hogy icipicit azért néha megtolom a gázt. Nem nagyon hallatszódik, gondolom, de... Hát nem is léptem le. Csak kíváncsi vagyok, hogy a játék szerint mikor megyek le a pályáról. Két kerékkel, négy kerékkel, egy oldalon lévő kerekekkel, vagy mivel? Mert most már tényleg érdekel, hogy mivel. Nem értem a logikáját néha. De tényleg nem. Jó. És lazán bele. És lazán benne vagyok. A falba. Jó. Akkor ez a verseny is megvan. Hát szépen látszik, hogy bele is ment a falba. Oké. Én... Ó, roppant a vállam. Ha. És akkor... Mindjárt fog hívni szerintem Tess. Menjünk két lépést, és már hívni is fog, hogy... Na, ide figyelj te! Vagy nem, vagy de, vagy nem tudom. Mert Tesszel még nem volt... Hát akkor lehet, hogy nem is fog hívni. Akkor jó, mappa. Ez mi? Driving konvoj. Time konvoj. Extreme konvoj.
Ugye az extrém konvojokról lesz. Konvoj. Nagyon jó. Konvoj. Az azt jelenti, hogy semminek nem ütközhete neki. Hehehe, megint a kocka. Mi ez? Ez a kocka. Ez a bot volt a... Azért nagyon szépen. Dorombol. Mi ez, Dodi Kamaró? Az. Jó. Júj, milyen hangja van! És ezzel kell menni 6 kilométer. Csak. Csak. Az nem sok. Hát az izomautó gyakorlatilag már. Hú, éppen hogy lementem, majdnem hogy lementem az útról. Izomautóval vétek egyesbe menni, nem? Hagyke, na jó, most már kettesben vagyok, de hát sajnos muszáj vagyok, mert extrém konvoj. Mert tudod, nem hajt a tatár időben, de azért nem szabad összetörni a kocsit. Úgyhogy ki sem mehet-e. Hogy dorombol a Kamaró? Elnézést. Valaki lakott területen kívül 50-nel megy. Ugye milyen jó? Fú, hogy utálom. Na, most már lakott területen belül van. Azaz, fordulj le. Ha röfög alattam a kocsit, hát mert ez már nem dorombol, ez röfög. Már röfög néha. Megengedem, hogy forduljon. Na, itt is, 90. Meg van engedve a 90, meg is van. Amit kimondtam, hogy 90, már át is léptem. Na. Ez nem tudom mennyivel megy. Ja. Rong tong tong tong. Hogy ilyen pattog a feneke? Hogy dorombol? Nem, röfög. Mint ahogy megállapítottam az előbb, röfög. Jaj, ilyen gyérforgalmat, banya. Hát ez az, hogy nem gyér. Ezért mondom, hogy gyér, mert nem az. Mi van? Éjszakai túrázás, csak én nem tudok róla. Kanyarban nem előzünk. Na jó, erre már volt például, megtettem, de... Próbálom magamba az előző részben a Crest már alkalmazni. Jól belátható útszakasz van? Igen, akkor előzünk. Plusz a vonalazása is arra ad következtetés, hogy szabad előzni. Busszal nem vagyok hajlandó kakaskodni, úgyis mindjárt itt vagyok. Na jó. Lakott területen belül, 50 a megengedett. Úristen, de lassú az 50. Jó. Köszönöm szépen! Hogy hogyan nem szabad megállni a pirosnál, részünket láttátok?
Nem, teljesen szabályos volt. Nem tudom. És ha jól emlékszem, a térképen ilyenkor mutatja, hogy hol van. Így is van egy részlet, egy. Jaj, szerintem én ezzel már egyszer beszívtam. Vagy meg. Nem ez az. Na gyerekek, én ennyire vakony lehetek? Úgy pattog a keresem, hogy csak na. Lehet, hogy ez az, amikor be van állítva a házhoz. Csak én nem látom, mi. Asszát! Úgy pattog itt a... Nyugi, már tudom, hol van. Tunnel, new upgrade available. Köszönöm szépen. Nagyon jó. Megint valamilyen szintet léptem. Nézzük akkor a mapot. Mert most már a tunerek talán. Extreme convoy. Timed. Még ez szerintem belefér. Traffic van, csak jó van. És mindjárt megnézem a tuneleket, hogy... Jaj, Ferrari! Egy igazi Ferrari! Ajajajajaj! Ajajajajaj! Jaj, ide kapkodja fölfelé! Jaj, ide kapkodja! Júj! Júj, de gyors! Már 200! Hú, de elmentem a kettő között! Hú. Ja, és csak 4 kilométer van már hátra. Viszket az orrom. Jó. 200. Mire kimondom, hogy 200, addigra meg is van. Ja, Istenem. Jó. Szerintem én ezt már egyszer felvettem. Csak lehet, hogy ugye nem mentettem el, vagy nem mentődött el, vagy még egyszer beadta a játék, nem tudom. Ennek a végén kell odafigyelni nagyon a fékadásra. Jó, majdnem 300-al mentem, gyerekek, én itt azért már adok egy erős féket, ha nem baj. Majdnem 300-al mentem. Jó, nem vett a zsémből el. Igen. Ezt tudja, hogy felvettem már nektek, most már egyre inkább érzem, hogy biztos. Csak
lehet, hogy a játék... A játék kétszer beadhatja ugyanazt a kihívást. Hasonlót lehet. Mert ez szinte biztos vagyok, hogy ugyanaz a kihívás, amit már egyszer megcsináltam. Dudáljál, úgyse érdekel. Ferrarival vagyok, kit érdekel? Hát nem. Egy igazi Ferrari! Ilyenkor ezzel nincsenek itt a zsernyákok, mi? De szép hangja van. Hát már annyiszor voltam föl alá ezen a szigeten, hogy már nem tudom, hogy hol voltam már. Még azt is el tudom képzelni. Na, ennyi volt 4 kilométer. Na, nézzük. Extrém konvoj. Ez mindig ugyanaz a időzített. Igen. Időre. Ez mindig ugyanaz az időre. És itt egy extrém. Mit kell vezetnem? Caterham Superlight. Jaj, ez a vicces kinézetű. Ez a vicces kinézetű. Kicsi kocsi bum bum, kicsi kocsi bum bum. Ennél kell odafigyelni nagyon, mert ez is olyan, hogy egy picit tovább hagyod ott a gázon a lábadat. Egy kicsit megiramodik. Ajjajjaj, kicsit nagyon. Úgyhogy oda kell figyelni egy... Nem tudom, biztos a könnyű szerkezete miatt, vagy nem tudom miért, de... Olyan hamar meglódul. Hú, de hamar megadja. Jó, tudom, hogy lejtőn vagyok, az egy dolog, de nagyon hamar felgyorsul. Hopp! És ami másik, oda kell figyelni. Igen, hamar megcsúszik. De viszont jól kanyarodik. Ah. Jó. Ilyen hamar mentünk ki így a... Na jó. Majdnem, hogy jó, oké, 30-ról 140-re, igen, hamar. Mennyi idő alatt gyorsulsz? Ah. Hány másodperc alatt gyorsul föl nulláról 100-ra? Ha mindjárt megnézem, mindjárt csinálok egy ilyet. Mindjárt egy egyenesben leszek. Úgyis este van. Pampara pampapam. Na jó. Itt megállok. És akkor kis teszt. Mennyi idő alatt megy nulláról 100-ra? Ennyi! Kb. Ennyi volt. És már 100-on volt. Hát nem volt tartott sokáig, legyek őszinte. Hát épp ahogy kettesbe váltott, tehát és már meg volt a 100. Hát azt egy ilyen kicsi falu, vagy a... Mindjárt mondom, minek a falu szélé, vagy a térkép egyik szélére kell kihozni. Biztos úr. És akkor ugye a végére... Hogy miért csúszott a végére? Nagyon komoly. És akkor megint 18-as szintű. Nagyon jó. És hol van még egy ilyen darabka? Itt a végén. Jó, ide jöjjünk. Így ide. Csak, hogy hol van az a... Ah, látom, hol van. Hogy oda át kell jutni, úgyhogy itt víz van közöttünk, csak úgy szólok.
Itt a víz, ugye? Aha, ja. Hát így tudtam megoldani. Hogy átjussunk minél hamarabb a vizembe, mert ott azért már eléggé mély van, és azt már nem úgy kultiválja a dolgokat, ahogy kell. És megint feljebb van. Gyunk, úgyhogy... Nagyon jó. Egyre feljebb vagyunk a listán. Na nézzük, ez mi? Hát már ez is olyan konvoj kihívás, ami... Amit már csak a következő részben fogtok látni, úgyhogy köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót is. Sziasztok!